Számítottál-e ilyen forgatókönyvre, hogy Lang Ádám ad neked gólpasszt? Ennek milyen utca volt? Nem mondom, hogy én számítottam, de nem ilyen támadás után, hanem mondjuk keresztlabdából, és úgy el tudok futni. Sokszor indultam a védők mögé, de nem ő nem rúgta. Marcitól kaptam egy-két hosszú labdát. De megmondom, hogy nem számítottam rá. Milyen érzés gólt rúgni a Puskás Arénában? Most már mind a két kapuba rúgtál. Így van, milyen érzés? Hihetetlen érzés. Robban a stadion. Ezt a németek ellen is talán ugyanígy éltem át. Nagyon örülök neki, és nehéz, megmondom őszintén. Könnyek nélkül ünnepelni. Nagyon örültem, és talán még egy gát most kiszakad be, hiszen sérülés óta első gólom a válogatottban, és mélypontról jöttem vissza. Úgyhogy örülök, hogy vissza tudtam verekedni magam ismét a válogatottban. Első félidőm nem olyan volt, ahogy elterveztem, a csapatnak sem, de rendeztük a sorokat félidőben, és másodikban azt mondom, hogy eredményes is lett ez, és jól is játszottunk. Mit jelent neked ez a gól abból a szempontból, hogy azért kívülről úgy tűnt, hogy ezen a poszton Kerkez Milos az első számú jelölt. Ez a gól most ez azért felvetett kérdéseket, vagy erősíteti a te pozíciódat? Hogy érzed? Úgy érzem, hogy személyiségben mások vagyunk, úgyhogy talán mindig az adott mérkőzésre majd a kapitány összeállítja a kezdőt, és örülök, hogy van még egy ilyen játékos mellettem, aki, vagy én mellette, akivel tudjuk egymást húzni, és kapitány tud cserélgetni. És milyen a kapcsolatod Kerkezzel? Úgy érzem, hogy jó viszonyban vagyunk, kicsit bolond gyerek, de majd kicsit ápolgatjuk. Ez mit jelent? Jól csinálja a hangulatot válogatottba. A Magyar NB1-ből nem sokan vagytok itt, minek összekül gondolsz, hogy jól vettek például itt? Talán személyiség. Azt mondom, hogy a küzdőszellem és az, amit belerakok azt a munkát, és ezt a kapitány így hálálta meg. Látja, hogy minden nap megteszek mindent, minden NB1-es mérkőzésen is megteszek mindent, hogy győzzünk, és valószínűleg ennek köszönhetem. És ha már NB1, nem sok időnk szépjelésről, ugyanis nagypénteken egy éles meccs következik, a harmadik helyért zajlik a versenyen, változásai vannak. Így van, nagyon közel van a mérkőzés, hiszen már 3 nap múlva játszunk, úgyhogy regeneráció van a fő hangsúly. Szerintem egy lépés, hogy ott legyünk a harmadik helyen, hiszen ha kikapunk, úgy érzem, hogy akkor elveszítettük a dobogót. Úgyhogy mindenképp győzni szeretnénk otthon, és várom ezt a mérkőzést. Hogy érezted magad ezen az első néhány napos EB felkészülési időszakon? Hosszú idő után találkoztatok mégiscsak. Igen, kicsit megmondom, hogy jobb lenne, ha gyakrabban lenne válogatott mérkőzés. Még jobban össze tudjunk szokni. Kevés időnk van felkészülni, de mindenki nagyon profi, és hozzáállásban sincs probléma.